Halleluja. Ugye vannak olyan ünnepek, amik nem Isten igéjéből származnak. Például a halottak napja, illetve minden szentek ünnepe, amikor az emberek a temetőbe mennek, ez a Bibliában nem szereplő ünnep, hanem ennek pogány eredete van, ennek mindenki utána tud nézni. És az az örömhír, hogy Jézus legyőzte a halált, a poklot, és azt mondta, hogy aki benne hisz, soha meg nem hal. És ő az út, az igazság és az élet, és ő az örök életet hozta el. Tehát a gyász, a halál, a fájdalom, az Jézus Krisztus feltámadása által legyőzetett, ugye a halál legyőzetett, és ezért fontos imádkozni ezekben a napokban, amikor ezek a úgynevezett pogány eredetű ünnepek vannak, és ezért imádkozom a halál szelleme ellen. Köszönöm, mennyi atyám, hogy megváltottad a lelkemet a sír és a halál hatalmából. Köszönöm, hogy hosszú életet elégítesz meg végtelennel, és legyőzted a halált Jézus nevében. Köszönöm, hogy Jézus nevében megszabadítottál a halálfélelemtől, mert megvan írva, hogy akik egész életükben rabok voltak a halált való félelemben, azok szabadok a Jézus nevében. És minden gondunkat az Úrra vetjük, mert ő gondoskodik rólunk a Jézus nevében. És köszönöm, Uram, hogy dicsőséges örökséget adsz, mert megvan írva, hogy akiket megigazítottál, azokat meg is dicsőítetted a Jézus nevében. Ezért a Jézus Krisztus hatalmas nevében elutasítunk minden olyan hagyományt, amely nem felel meg Isten szavának a Jézus nevében, és megtagadunk minden olyan beszédeket, szavakat, amelyek semmiből veszik Isten tekintélyét Jézus nevében. És semmilyen hatalom, sem halál, sem fejedelemségek, sem semmi más nem szakíthat el minket Krisztus szerelmétől Jézus nevében. És megtagadjuk a gyász, a halál, a sírás, szívszaggatás szellemét, és az dicsőítés hangjait szabadítjuk fel a názareti Jézus nevében. Halleluja! Megvan írva, hogy nem halunk meg, hanem élünk, hogy hirdessük Isten hatalmas tetteit. És köszönjük, hogy Istenünk, hogy felkelsz, és harcolsz értünk az ellenséggel szemben. Köszönjük, hogy együtt élnek ellenünk, és hét után szaladnak el az ellenségeink, és minden démonnak, és sanyargató gonosz erőnek ellenállunk a Jézus nevében, és elfuttok Jézus nevében. Köszönjük, hogy a gonoszok minden várakozása a sorsukkal kapcsolatban meghiúsul, meghal a Jézus nevében. Meg van írva, hogy te felülemeled a fejünket a körülöttünk lévő ellenségeink fölé Jézus nevében. És minden gonosz démoni kéznek, ami ellenünk irányul, azt parancsoljuk a Jézus nevében, hogy száradjatok le a Jézus nevében, minden gonosz démoni erő. És imádkozom a Jézus Krisztus nevében, hogy minden ellenség, sötétség, tomboló viharok, azok most hiúsjanak meg és csillapodjanak le Jézus nevében. És megtagadom minden boszorkányságot, varázslást, Jézabel szellemét, pogány, okult erőket a Jézus nevében. És Uram, kérlek téged, és parancsolunk is ezeknek a gonosz erőknek, hogy plantáltassatok ki, és halljatok el minden boszorkányság ereje Jézus nevében. És kívánom, és legyen a gonosznak az útja sötét és csúszamlós, és az Úr angyala verdesse a gonosz démonokat,
a Jézus nevében ezeket a kínzó gonosz démonokat, a reménytelenség, a gyász, a halál démonjait is, Uram, és a pusztulásba menjenek ezek, és az általuk elrejtett háló kapja el őket Jézus nevében, az általuk vetett háló. És az ellenség essen bele abba a pusztulásba, amelyet létrehozott a Jézus nevében. És ne örvendezzenek jogtalanul az ellenségeink, hanem az ellenünk támadó gonosztevőkön mulat a fülünk a Jézus nevében, mert fejét teszel és nem farokká, és ellenünk támadó gonosztevőkön mulat a fülünk. És az ellenségeink szégyenbe, zűrzavarba kerüljenek, azokkal együtt, akik örülnek az ellenség munkájának a Jézus nevében, és minden gonosz oltár, amit az életünkkel emeltek, legyen meg szégyenítve Jézus nevében. És minden olyan gonosz okult papot, meg okult erőket, amelyek a sorsunk ellen dolgoznak, azokat egyrészt az embereket a megtérés kegyelmével állt meg, és a gonosz erőket pedig a te mennydörgésed sújtsa le. És zúzza hamúvá a Jézus Krisztus nevében ezeket a gonosz erőket, mert Jézus nevében győzelem van, diadal van, szabadulás van, és élet van, és mi dicsérünk, mi akik élünk, nem a sír magasztal, nem a halál dicsőit. Jézus nevében a halál legyőzött ellenség, és élünk, és dicsőítjük az Urat a Jézus nevében. Amen.